Na sziasztok, sziasztok kedves emberek, aki Fórum 12 vagyok és ez itt a GTA San Andreas Mythoszok és legendák 6. évadának az 5. része. Mielőtt még belevágnak a játékban beli mítoszra, illetve a legendájára, beszéljünk egy kicsit a, a rejtéjéről. A való életben valóban ö, ö, egy érdekes mítoszra tekintetünk fel, illetve hát hiszen Sokan úgy tartják, hogy a való életben is rétezik nagy láb, hiszen a következő kép az egy valódi kép, tehát nincsen meghamisítva. Ez az a kép, ami nagyon elgondolkodtató. Állítólag Észak-Amerikában találták meg, és ezért a Rockstar Games is úgy döntött, hogy utalásokat tesz nagy lábra. De a következő képen az valódit láthatjátok, a második meg a, az é, a, maj, euh, tehát a, a való életbelit, ezt a képet. És igazából nem a San andreas láthattuk figyelmesen ezt a úgymond utalást a Rockstar-tól. Aki ö, hamarabb kezdte el a GTA, a GTA sorozatnak a játszását, akkor az nyilván észrevett, hogy a GTA Vice-et is ott van egy Bigfoot. Ezt kezdetben én sem vettem észre, de arról most nincsen képen. Úgyhogy a Rockstar Games tulajdonképpen megint visszavezethető... Oda, amikor kérdez feleleket tartott És ugyanaz az erdőlényhez is tartozik Ugyanez a mitos Szóval az, hogy nincsen semmi Az életben Mint a való életben Csak de van, valami, de van valami az erdőben Utána meg Terry Donovan A Rockstar Games egyik fejlesztője Mondta, hogy Mondta a kollégái, hogy ne <coughs> Vegye ki a játékból De nem akarta belerakni De miért is érdekes ez Látjátok Mármint a mítosz. Hogy látjátok az valódi térképet. Mi tűnik fel a legelőször a térképen. Ugye már mindenki a moncsére látja, a Menoszt. Nos, jól látjátok, egy Bigfoot alakú ö, alakot láthatunk. Először ezt én sem vettem észre, amíg el nem kezdtem komolyabban foglalkozni a mítoszok és legendákkal. De ahogyan figyelmesen visszatekerítek majd. Back -on Beyond van. És az egy. Ö, Bigfoot láb ö, lábnyomra hasonlít és minden mitoszvadásznak az érdeklődését felcsigázta, és egyből elkezdtek nyomozni ezek után. A, ezen a képen az F betű, az F betűsök azok a nyomozásoknak a... Tehát, hogy ott jelenik meg állítólag nagy lába, B betűs, meg azok a, a lábnyomokat láthatjátok. És most így a hatodik évadot hátralévő részén most a nagy fogunk foglalkozni. És észrevettem Szobráxtól, még azt, hogy sokszor megemlítem a videóimban, de érdekemes megemlíteni, hogy hét helyszínt fogunk majd megvizsgálni a következő részekben. A Moncsiliedet, Shady Christ, Beckonbejondot, Mulhollandot, Fenericset, Fen 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 illetve mondom még egyszer, mondom tovább, a és az, illetve az Easter Bay repülőteret, ahol állítólag felbukkan Bigfoot. De Ezeket a helyszíneket ahogy látjátok, ezeket meg fogjuk nézni egy külön részben. Most az első rész tulajdonképpen Creeks is környékén fogjuk majd megtalálni, illetve fogok keresni igazából. Most adhatok ott még egy érdekes képet, ami még jobban tisztázza azt hogy egy utalás egyébként, hogy Big Futra. Na, mindjárt meglátjátok. És hát, hogyha van rá érdeklődés, illetve hogyha nem vettem észre valamit, akkor azt írjátok le a kommentmezőben. mezőben. Nem volt még erről egyelőre, nagy lábról még nem volt erről nyomozásom eddig. Na, erről a kereszteződésről látjátok. A kéz, nézzétek a kezet, az olyan, mint nagy láb. Vagy éppen a zöld, inkább az emberkét nézzétek, az tisztára olyan, mint nagy láb. Csak közelről fotóztam le, de de... Kivehető nagyjából, kivehető. Na, ez már még érdekesebb. Úgyhogy nem fogok kommentálni a, a videóban, úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel, jó szórakozás, kellemes időtöltést és jó hátborzongást kívánok hozzá. Sziasztok!